A Kecskeméti Repülő és Vívó Sport Egyesület vendége volt Rédli András világbajnok párbajtőröző, aki a jövő kecskeméti vívó reménységeivel beszélgetett, de természetesen néhány csörtére is sor került a találkozó alkalmából. Hát édesanyám volt az, aki tulajdonképpen erre a vívó útvonalra terelt, méghozzá 1995-ben. Én előtte Tapolcán ott is születtem, és a Bauxit MB3-as csapatának jártam a ranglétráját. De hát én 6 évet zeneiskolába jártam, trombitáltam, akkor atletizáltam, az iskolai szinten kézilabdáztam, kosárlabdáztam, szóval tényleg elég sok sportba így belekóstoltam. És hát a vívást igazán azért választottam, mert amikor oda kerültem, ugye anyukám tanácsára, akkor egy remek közösségbe kerültem, illetve a Borosnyi Ejtnerking a nevelőedző egy olyan személyiség a vidéki, illetve az egész magyar vívásnak, ami azt gondolom, hogy példaértékű, és nagyon megszerettem őt is és a munkásságát, illetve rögtön jöttek a kezdeti sikerek, így aztán a motivációs tényezőm az mindig fölfele görbült. Egészen addig még világbajnokság lett itt Magyarországon, amin ugye csapatban aranyat tudtatok szerezni. Igen, nagyon örültünk neki, ugyanakkor megjegyezném azt, hogy nagyon fontos dolog volt az, hogy Budapesten legyen ez a világbajnokság, hiszen azért így jóval népszerűbbek lettünk, még mondjuk, hogyha egy más országban szereztük volna meg ugyanezt az aranyérmet. Nagyon-nagyon boldogok voltunk, de hát az már a múlt, lassan fél éve, hogy világbajnokok lettünk, úgyhogy újra folyamatos eredménykényszer van, és nekünk is meg kell felelni. Jövő héten már megyünk Dohába a világkupa sorozat első állomására, aztán azt követő héten megyünk Lenyánóba, úgyhogy a munka az zajlik. Reméljük, hogy a jövő évben is sikerül ezeket a jó eredményeket megismételnünk. És van benned olimpia? Én azt gondolom, hogy kettő is, vagyis hát reménykedek benne, hogy kettő is. Hát a Rio az... Nyilván nem lehet ezt mondani, hogy egészen biztos meg minden, de természetesen azért dolgozik egy ember, azért kezd el sportolni egy ember, hogy a legmagasabb célokat elérje, kitűzze és utána elérje. Hát jelenleg ugye Európa-bajnok már vagyok, világbajnok, most nemrég voltam, illetve vagyok, úgyhogy igazán egy olimpia aranyérem hiányzik a vitrínből. Hát ez egy nagyon nehéz dolog, bár ugyanakkor mondjuk a világbajnokságon a csapatversenyen 41 csapatból lettünk elsők, az olimpián csak 8 csapat indul, ugyanakkor a mentális teher az talán 10-szerese a világbajnokságénak. De hát nagy célokat érdemes kitűzni, és én úgy gondolom, hogy jók vagyunk elég jók ahhoz, hogy érmet szerezzünk az olimpián. Hát most estél át egy fizikai felmérésen, és ez szóval is szól? Hát szerződéses katona leszek februártól, ha minden igaz, méghozzá a Szentendrei alakulathoz fogok kerülni. A felső vezetésből van egy olyan ígéretem, hogy nem fog ez a vívás rovására menni, és el fognak engedni a versenyekre, világkupákra, illetve edzőtáborokra. Én pedig 30 éves ember lévén szerettem volna már mindenféleképpen dolgozni, és ugyanakkor a katonaság sem állt tőlem soha távol, tehát én alkalmasnak találtak még 2002-ben, amikor először behívtak, és csak a főiskola mentett meg idézőjelbe attól, hogy katona legyek. Úgyhogy igen, ma volt nagyon el is fáradtam egyébként ezen a, hát ilyen fizikai fölmérés volt, igen, tehát fekvő, támasz, fölülés, futás, illetve az összes orvosi vizsgálatot megejtették rajtam, alkalmasnak minősítettek, hál' Istennek, sőt 308 pontot értem el, és 260-tól külszolgálatos meg elit alakulat a katona, akik mennek mondjuk Afganisztánba. A 40 vagy 50 főből azt hiszem, hogy 4-en lettünk 300 pont fölött, az alezredes meg is dicsért minket név szerint személyesen. Úgyhogy nagyon örülök neki természetesen, és hát összekötöttem a kellemest a hasznossal, ha már egyszer le kellett ide jönnöm mindenféleképpen Kecskemétre, akkor egy kellemes teher az, hogy itt az itteni vívó palántákkal és gyerekekkel tudok találkozni, és esetleg instruálni őket egy jobb teljesítményre, vagy az, hogy egyáltalán válasszák a vívást. Az egyesület edzőjét, technikai igazgatóját a tervekről kérdeztük. Hát, nagy terveink vannak a jövőre, mert szeretnénk egy vívótermet létesíteni. Ezzel kapcsolatban már az Ötös a Szövetség vezetésével ben voltunk polgármester úrnál, elég pozitív a hozzáállás, nyilván ennek vannak még bürokratikus lépései, várjuk a városnak a válaszát a tervünkre, hamarosan szerintem erre is valami kis megoldást találunk. Novemberben visszatér hozzánk a felnőtt vívó vidékbajnokság, összfegyvernemes, 2008-ban csináltuk meg utoljára, 4-szer csináltuk meg, aztán különböző okok miatt az megszakadt,
és most újra visszatér hozzánk a verseny. Márciusban lettünk az Ötvösi Szövetség tagja, és rögtön a szövetség úgy is döntött, hogy kapunk tőlük műhely támogatást. Ez konkrétan több mint egy éves költségvetésünket kaptuk meg, 2 millió forintot. Most már 4 gyerek ötusázik, van olyan nap, amikor 4 edzésük is van. Nem kíméljük őket, ők se kíméljük magukat, de nyilván a megfelelő pihenőidőt is megkapják.